A maga nemében páratlan helyszínre és eseményre jöhetnek velünk a vidék élni akar nézői. Idegenforgalmi szempontból a Tiszató és környéke alig hanem a legnagyobb tartalékokkal rendelkező térsége Magyarországnak. Az a kezdeményezés azonban, nevezhetjük akár álomnak is, amely az operát, a komoly zenét teszi a vidékfejlesztés eszközévé, nemhogy páratlan, de egyenesen példátlan. És nem csak hazánkban, hanem, amint következő kis filmünkből kiderül, világviszonylatban is. A háromnapos Tiszatavi Opera Fesztiválról van szó. A Természet Operaháza valóban egy egyedülálló és nagyszabású komoly zenei rendezvény, ahol a minőségi kultúra összekapcsolódik az egészséges életmóddal. Büszkék vagyunk arra, hogy az első nap eseményeinek házigazdája a Tiszató fővárosa Tiszafüred lehet. Jön fel a Tiszató vidéke, Tiszafüred az ország kulturális művészeti turizmusának a térképére, legyen gazdagabb a nyári választék, az ide érkezők épp úgy, mint az itt élők, olyan művészeti élményekkel legyenek gazdagabbak, amelyek a szívünkhöz közel állóak, értékeket, művészeti teljesítményeket hordoznak. I think it is very interesting that you bring culture and nature together. Nagyon kíváncsi vagyok erre a kezdeményezésre, hogy a kultúrát és a természetet miként lehet összekapcsolni. Ez újfajta ismeret lesz számomra is. Jó Isten kegyelméből egy csodálatos tájon élhetünk. És hogy tehetjük ezt szebbé? Hogy tehetjük a természet munkáját még szebbé, még magasztosabbá? Úgy, hogyha az emberi alkotás, az emberi művészet legkomolyabb, legnagyobb produktumait hozzuk ide. A jó Isten által épített operaházba, ahol a csillagok és a hold a csillárok, a díszletet pedig a tó, a nádas, a fák, az itt élő madarak adják. Én azt gondoltam, hogy az idén megpróbálok egy kicsit többet mutatni a Tiszatóból, illetve olyan kedves vendégeinknek is megmutatni ezt a gyönyörűséges tavat és ezt a környezetet, akik esetlegesen nem tudnak biciklizni, de szeretik a komoly zenét, szeretik ezt a fajta kultúrát, és a Természet Operaháza Tiszatavi Fesztiválban, mint program, jól érzik magukat. Igyekeztünk a alkotótársammal, barátnőmmel, Ildivel úgy összeválogatni a kiállítás anyagát, hogy akár egy ilyen kortörténeti jelmez viselet történeti kiállítás is kikerekedjen belőle, tehát igyekeztünk végigmenni azokon a korokon, amik színházi szemmel izgalmasak, és jelmeztervezői szemmel pedig igazi paradicsom, mert ezek minden kornak van egy sajátos jellege, ami egy jelmeztervező számára egy aranybányát jelent. Nagyon tetszett, ez egy élmény volt, minden nap nem találkozik az ember ilyennel, úgyhogy közvetlen volt nagyon a tervező, és kulisszatitkokat tudtunk meg, érdekes. Mindig
szeretem azokat a rendezvényeket is, ahol egy picit akár a természetet is bevonjuk, akár a klasszikus zenét bevonjuk. Az emberek szeretnek gálákra járni, szeretnek rendezvényekre, koncertekre járni. Én úgy gondolom, hogy adjunk lehetőséget, hogy ezt megtehessék. És szerintem most méltó helyen tehetik meg, mert tényleg egy csodálatos környezetben történik mindez. Én örülök neki, és ahol tudom, természetesen támogatom ezt szakmailag is. Sportosan öltöztem, kerékpártúrára készültem, de sajnos az időjárás ezt hozta, úgyhogy most autóval fogjuk megtenni, de a programok miatt nem hagynánk ki ezt az eseményt. A mai napra írott beszédemet szét kellett tépni, hiszen valahogy úgy kezdődött volna, hogy a cél a mai napon a minőségi kultúra és az egészséges életmód ötvözése. Az egészséges életmód ma azt követeli, hogy ne biciklizünk, hanem autós túrát vegyünk részt. De köszönjük szépen a szervezőknek a rugalmasságát. Nem biciklivel fogunk menni, hanem autókkal, hiszen mindenki autóval is érkezett ide a helyszínünkre, Tiszafüredre a kerékpáros centrumhoz. Körbe fogjuk járni ugyanúgy az állomásainkat, csak csinálunk egy templomtúrát, ami azt jelenti, hogy a fellépőinket a helyi templomokban, tehát nem szeretném kihagyni ugyanúgy a településeket, ahogy a biciklivel sem hagytuk volna ki, és így őket fogjuk megszólítani ugyanúgy, csak autókkal. Thank you.
rendezvényen első alkalommal léptünk fel, ugyanis a tavalyi évben Olaszországba turnéztunk ez idő alatt, úgyhogy most volt először szerencsénk itt szerepelni, de nagyon-nagyon megtetszett már a tegnapi gála hangverseny, és úgy gondolom, hogy nagyon nívósa sikerült. Érdekes élmény itt lenni, én még nem voltam itt korábban, nekem a Tiszató is önmagában újdonság, azért nem minden nap játszik az ember ilyen helyen. Nyilvánvalóan nem feltétlenül koncertterem vagy koncertezésre alkalmas hely, de ennek a dolognak a szépsége mindig az, hogy ilyen helyekre is elhozhatjuk a zenét. Ahova amúgy nem jön el, ahova amúgy nem jönnének emberek, nem jönnének el játszani, oda is el tudjuk hozni azt a fajta művészetet, amit mi képviselünk, és amit mi próbálunk mutatni, és hát ugye azért a tájról, ha már beszélünk, ugye most az idő nem olyan szép, de hát azért azt gondolom, hogy ez a környezet megérne azért annyi szót, hogy beszéljünk róla, hogy ez egy nem mindennapi helyszín. Azt szeretnénk, hogyha a kölcsönösség működne, tehát a zene iránt érdeklődő vendégek felkeresnék az Okocentrumot, az Okocentrum vendégei részt vennének azokon a programokon, amelyek az Opera Fesztiválhoz kapcsolódnak. Én azt gondolom, hogy egy térségben ez a fajta színesség, ez a fajta többféle kínálat az, ami a turistáknak azt az élményt fogja szolgáltatni, nyújtani, ami miatt többször visszatérnek, ami miatt jó híre alakul ki egy térségnek, népszerűvé válik. Én szerintem a Tiszató ebben jó úton halad. Ugye az időjárás némileg azért itt bekavar, de szerintem elég zseniálisan meg lett oldva. Másrészt szerintem sokkal kalandosabb, így, hogy mindesetre mi innen biciklivel megyünk, szél ide vagy oda, de hát majd meglátjuk, mennyire tudunk kitartani. Úgyhogy bízunk benne, hogy továbbra is ugyanilyen jó lesz. Mi nagyon élvezzük. Tavaly is élveztük, meg most is természetesen. Egészen elképesztő az az erő és az az atmoszféra, ami itt minket körülvesz. Egészen más, mint operaházban énekelni, mert az emberek itt karnyújtásnyira vannak. Nem választ el minket úgy, mint egy biztonsági zóna, egy biztonságos zenekarjárok. Nincsenek díszletek, nincsenek hihetetlen gyönyörű jelmezek, ami elviszi úgymond néha az embereknek a figyelmét, csak mi vagyunk. És így olyan erők születnek, olyan energiák szabadulnak föl, amiből azt gondolom, hogy, és nem nagy képviségből, de azt gondolom, hogy nem csak mi táplálkozunk, hanem a publikum is, aki ezt elviszi magával, és nem, remélhetőleg nem egy-két napig, nem egy-két hétig, hanem egy évig tud ebből táplálkozni, ami ahhoz elég, hogy visszajöjjön, és legalább hozzon magában még jó pár embert.
olyan fajta üzenet volt például a mai nap nekem, az én részemre, hogy bárhol, bármikor és bármennyi embernek érdemes énekelni, érdemes vinni a kultúrát, hiszen vevő a közönség, tehát ahol van szív, és ahol emberek léteznek, ott egy lelki kapcsolatot lehet létrehozni a zenén keresztül. Az, hogy ez össze van kötve operával, ez a Tour d'Opéra, ez szerintem egy fantasztikus ötlet, én ilyet életemben nem is hallottam. Tehát amikor ezt először meghallottam, akkor megmondom, szintén megmosolyogtam a dolgot, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ugye hát először úgy gondoltam, hogy kizárja azokat, akik szegények már nem tudnak biciklizni, tehát mondjuk az idősebb korosztály, de aztán rájöttem, hogy nem, mert hát, ugye ők autóval szekéren rohátolna, akár hogy máshogy is ide tudnak jönni, úgyhogy megoldható, de az, hogy biciklivel jön a közönség, az fantasztikus dolog. Ilyen színvonalas előadás nem mindig hangozhat el falvakban, vidéken, és nagyon szépen köszönjük a Debreceni Ildikónak, hogy ezeket a művészeket idehozta Tiszanánára, és természetesen ez a közeg, a református templom, hát önmagában olyan színtere egy ilyen előadásnak, amely egy rendkívüli feelinget ad. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Kiskörén, a Tiszató bölcsőjében. Azt gondolom, hogy ez a szlogen, ami most már mottója is a településnek, érthető, hiszen a vízerőmű és a vízlépcső az, ami megalkotta ezt a különleges csodát, ami a Tiszató, és ami körül Önök most túrát tehetnek, rendhagyó módon. De hát az időjárás az ilyen, tavaly a 45 fok miatt voltunk egy kicsit idegesek, az idén az eső miatt, jövőre pedig minden tökéletes lesz.